köszönni minden résztvevő munkáját, a diák csoportoknak és a felnőtt alkotóknak a munkát, pályázaton való részvételt. Én nagyon fontosnak tartom az ilyen alkalmakat, hiszen manapság hívó szóként jelenik meg a kreativitás, az újító szándék, és ezek egy elvárásként fogalmazódnak már a mai ember számára. Úgy gondolom, hogy nagyon meg kell becsülni a vizuális művészeteket, hiszen ezek alkalmasak éppen leginkább a területet, tehát a kreativitás, az új ötletek alkalmazására, erősítésére, és ugyan közhely szemben megy, de a mai GPS sokszor robotszerűen meglepő közleteinkben a művészet valóban menedék, nem csak az alkotók, hanem azok számára is, akik élvezik és próbálják megérteni az alkotásokat. A Magyar Festészet Napja tiszteletére kísérletező festészet címmel megkérdezett pályázaton gyerekek, diákok és felnőttek egyaránt részt vehettek. A feladat Kassák Lajos, Móni Nagy László, Kepes György, Telekovics Gyula és Edi Jónak a szabadon választott művének átfogalmazása volt. Két tanárnőjének a játékában ülök ötletünk.